Hú, de reggel van még, szevasztok gyerekek. Ez a macskámnak, a Mátének a nagy napja, mert gondoltam, hogy csinálok egy kis vlogot. Megy majd mindjárt golyózásra. Itt van, nézd csak. Rohadt éhes. Ugye ilyenkor reggel, amikor szoktam menni melóba, most kivettem egy nap Szabit, szoktam menni melóba, akkor mindig úgy kezdem, hogy adok neki kaját, és most nem adtam neki kaját, azt most elég furcsa. Furcsa ez neki, mindjárt meg is mutatom, várjál, ott van lent. Úgyhogy most nem kapott kaját, mert ugye műtik. Még nem is tudja, pedig már mondogattam neki, hogy mi van, meg mi lesz. Nézd meg. Nézd oda, mit csinál. Mit csinálsz te? Anyádat. Aha. Hát mikor macska? Februári macska? Március, szóval pont most lesz fél éves. Úgyhogy érik neki a golyózás, meg már kezd olyan ragad. Most nem húgyozgat a macska, de van egy ilyen kedvenc pokróca, és akkor azt mindig itt szájába vesz, és akkor azzal fajtalankodik. Úgyhogy már benne van az ösztön, most kíváncsi leszek majd, hogy ki lesz golyózva, akkor csinálni fogja ezt. Mindegy, így is ki akartam, mert nem ászkáljon. Tehát az a baj, olyanokat csinál, hogy kimegy a teraszra, és akkor átmegy a szomszédba a párkányon átmezik, és nem jön vissza. Úgyhogy most a teraszról is le van tiltva a kisgyerek, nem mehet sehova. Hát szobamacska amúgy, szobamacska. Tudom, én itt lakok az első emeleten, és az első emelet is olyan magas, hogy innen, hogyha leesne, akkor kb. Kitörni a nyakát, vagy én nem tudom. Hát mindjárt megmutatom nektek, hogy miről beszélek. Itt van az a hely. Ez a párkán, amit mondtam, hogyha ide felszokott ugrani, és akkor átmegy oda a szomszédba, bazd meg. Onnan meg nem jön vissza. De ha itt meg leesik, akkor az óriási probléma, mert na ez mély. Szóval itt nem szabadna nagyon neki tevékenykedni. Mi az Máté? Igen? Máté. Tömegy golyózásra a kis csávó. Ez szar a gyújtó. Nem tudom, hogy benne az állatorvos időben, nem hiszem, hogy fogok üzélni. Fogok vlogolni, mert azért nem akarok. De hát majd utána, hogy fölépülés, stb. Elhozom, akkor majd megmutatom nektek, hogy mi van vele, hogy van, mit mondott az orvos, stb. Na jó van, akkor gyakorlatilag most így ennyi. Hajam is, nézzétek, ilyen nagyon kómás vagyok ilyen. Ha mennyi az idő? 8:30 lesz. Aztán 9-re kell vinni. Többit majd később elmondom. Na, addig is osztott gyerekukszok. Nem tűri valami jó a bezártságot, most raktam be, de megvan vadulva. Jó van, Máté. Jó van. Nem sokára odaérünk. Jó van, nyugi. Hát nem akarom kézbe vinni, hordozóba kell vinni ezt a kis hülyét. Van ez a doktor úr. Valamelyik be ezek közül. Nem tudom melyik. Sárga szemű macce. Na, leadtam a Mátét. Srácok, azt mondták, ott kellett hagyni. Alá kellett írni valamit, hogy ugye a műtét az kockázatok, vagy nem a műtét, hanem az altatás, hogy a kockázata jár, meg hogy ilyen hülyeségek. Hát reméljük, hogy nem lesz semmi baj, hát már pedig szerintem nem lesz. Mert ez egy kis rutin műtét, egy kis golyózás érte. Tehát hányan állatok kigolyóznak, meg tudod, ilyen, akik ugye kóborok, meg ilyenek, azokat mindig kiszokták. Aztán semmi bajuk, reméljük Máténak se lesz. Hogy úgy csinálok videókat, az ébredésről, stb. Most ott elküldtek minket, most van mindjárt 9 óra. Azt mondják, hogy 10-11 óra felé jövünk vissza. Addig elmegyünk kávézni, reggelizni, meg ilyenek. Ugye Máté addig benn van az asztalom. Reméljük neki a legjobbakat, igaz gyerek ukszok? Igaz! Eljöttünk már egy reggelire gyorsan. Amíg a Máté szegény fönn van a műtőasztalon, nem tudom meddig tartott ez a műtét körülbelül, milyen hosszúságú, de én szerintem ez egy nem lehet több egy fél órás, 20 perc, fél órás folyamatnál, csak ugye altatni kell, meg a tököm tudja. Úgyhogy
Mindegy, addig eljöttünk ajánni, aztán úgyis beszámolok majd nektek. Közben vlogolunk, tudod, vlogolunk. Látom, VK Vlog megkóstolta a legújabb dréheres barackos, hogy hívják ott, őrületet. És azt mondta, hogy szar. Mondjuk ilyet még nem hallottam tőle. Megkóstolom, és azt mondja, hogy szar. Hát jó, nem így mondta, hanem azt mondta, hogy keserű, nem jó, keserű. Ja, hát mondjuk én is azt mondom, hogyha egy sör gyümölcsös, és... Várját, azért keserű, mert azt hiszem, az 4%-os volt az a sör. Úgyhogy... Szóval... Azt mondta, hogy 4%-os. Tehát a 4%-os akkor már rendesen ilyen valamilyen színű sör ízének is kell, hogy legyen, nem? De most az, hogy... Hogyha citromosat veszel, ilyen 0%-osat, akkor persze abba nincs alkoholtartó, nem is érzed rajta annyira azt a komlót, meg ezt az árpamalátát, meg ilyeneket, hanem akkor tényleg csak, mint hogy üdítőt innál. Szóval azért másabb, hogyha zérót veszel, zéró citrom, az tényleg olyan, mint egy limonádé, érted? De azért mégis más, mert tehát ilyen szénsavat, nem tudom, hogy a faszba csinálnak. Na mindegy, érdekes amúgy ez a történet, végállok, nyomassa ezeket, de több vlogot amúgy, több vlogot, tök jó volt például ez a hosszú vlog, hogy téged már nem érdekel ez a sztori, ugye ez a tök főzelékes sztori, meg mit akarok, de azt mondod, azért még kibannolod, hogyha valaki beírja, így kell amúgy, amúgy elmondom neked, hogyha nem foglalkoztál volna, nem lettél volna ennyire izé, a tök főzeléke kapcsolatosan ilyen agresszív, meg nem keltél volna ki magadból, hanem ezt így megpróbálod így nem kifele közvetíteni, hogy téged ez főbasz, már rég el lett volna felejtve az egész sztori, és senki nem irogatná, senki nem baszogatná ezzel, úgyhogy ezeket le kell szalni, tudod? És akkor, hogyha van valami ilyesmi, akkor le kell szalni, ha érdekel is csinál, úgy, mintha nem érdekelne. Én tudok javasolni. Na jó, jövünk vissza, mert reggeli van. Szevasztok! Az előbb jött be két csávó, és ide mentek be az igen kis laza gyerekek, azt ugye... Azt mondja, hogy Vászkiskun megy egy gyermekvédelmi központ, bementek egy kicsit, érted, ez egy tanácsadóhoz, örökbefogadási tanácsadó. Jó, olyan vagyunk, kijött a gyerek az előbb. Nem tudom, mit csinálnak ott a gyerek, csak közben jött ki valaki, aztán nem akartam, hogy benne legyen. Nézte, hogy kamerázom nagyba bejárat. Ott a minden gyerekuk. Hajrá, örökbefogadás! Közben beszéltem Toma Bagga, és mondja, hogy neki is ugye ki lett heréve a macskája. És azt mondja, első nap olyan kóma volt, meg ilyenek, ugye az ébredés után. Aztán meg másnap, mint fölkelt, és mint hogyha semmit nem történt volna. Észre se vette a macska. Úgyhogy remélem Máté is ilyen lesz, hogy ugyanúgy fog játszani, meg le fogja szarni a sztorit. Nem tudom még, hogy egyáltalán majd megkérdezem az orvos, kell-e varatszedésre jönni, vagy az ilyen felszívódó varat, amivel összevarják neki, nem tudom. Majd meglátjuk. Na, minden esetre, mondom, Tomasz Bagnak megemlítem. Száva, Toma Bag! Toma Bag! Na, gyerekek, itt van Máté. Most szabadult az állatkórházból. Körülbelül olyan fél órája. De azt mondta az orvos, hogy még én kómás lesz, meg hányni is fog, meg majd késő délután kaphat kaját. Mondjuk neki ki van szedve a kajája, most nem tudom, hogy oda megy, akkor szerintem kiszolgálja magát, vagy dugjam el, vagy nem tudom. Na mindegy, minden esetre most ez van. Kómás szegénykém. Kóma Matyi. Nincsenek már meg a golyói. Úgyhogy nem fogja tudni. Vagy nem tudom, hogy ösztönösen még csinálja, mert mindig azt csinálta, hogy a plédjét így ugye meg akart erőszakolni. Na majd kíváncsi leszek. Majd mindegy, mert vlogban majd úgy beszélek róla, hogy mi van. Na addig is sziasztok. Máté, jól elbúcsúzunk. Szevasztok gyerekünk, majd még szerintem leszek kis nit. Most ébredezik Mátékám. Jó van. Kijött a izéből. És almába. Közben jön a Gabi bácsi. Mindjárt itt van a Gabi bácsi. Megnéz téged, jó? Jó. Jó. Gyere, Gabi! Műtét után Máté még kicsit labilis szegénykém. Kigolyózták! Kigolyózták! Hova mész? Kis kúszóba. Azt mondják, hogy lehet, hogy fog hányni szegény. Nem szabad neki még enni. De már egyre jobb. Igaz, Máté? Igaz. Na, hát akkor lezárnám itt a vlogot. Itt van Gabica a háttérben. Hát, hogy kicsit PS-ezünk. Máté az most ébredezik. Hát nem mondanám, hogy jól van, mert ugye ilyen kómás, meg próbál menni.
meg szerintem szomjas is, mert ugye reggel nem ihatott, nem ehetett. Úgyhogy, de mondta az orvos, hogy majd olyan délután, késő délután ehet majd. Most már meglátjuk. Aztán ez ennyi lett volna az a herélős vlog, gyerekek. Kiherélős vlog. Kicsit morbid, de hát most a Mátének félre nincsenek golyói, aztán most nem fog erőszakoskodni. Meg talán nem érez majd készítés arra, hogy átmenj itt a szomszédba. Mert mostanában át szokott menni érte, és nem akar visszajönni, úgyhogy meglátjuk. Na köszönöm, velem tartottatok, tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és rajongjatok Mátéért. Bang!